A Muricim eseménye, ez a ma délutáni filmvetítés. Tetszenek ismerni a filmet? Igen, ismerjük a filmet. Ó, még gyerekkoromból. És tündér szép, gyönyörű, és nagyon örülök, hogy újra láthatom. Szereplők? Karádi Katalin. Hát a többi név szerint nem tudom, a többi szereplőt név szerint, de ez... Láthatják majd Darvas Iván, Benkő Gyulát, Apát Imre rendet. Mind szenzációs lesz. Hát ezek a régi jó filmek, ezek a nosztalgiák, hát most azért vagyunk itt. Ha máskor tetszenek kapni jegyet, belépő jegyet ajándékba, akkor elfogadják el? Hát hogyne, persze, hogy szívesen fogadjuk. Arról hallottak-e, hogy február 28-án lesz a Móricz év zárásaként a pillangó bemutatója? Hát hallottunk róla, hát reméljük, hogy még eljutunk oda is, hogy azt is meg tudjuk nézni. De a színházban is mindig megnézünk minden darabot, ott vagyunk állandóan. Azt tetszene-e tudni, hogy a Móricz év milyen évforduló nyomán született? 135. születésének a 135. évfordulója, akkor ezzel az öttel kisegített, köszönöm szépen. Igen. Bevonják a fiatalokat, a középiskolásokat és a főiskolásokat is ebbe az esemény sorozatba. Hát helyes, mert egyébként a Móricz regények is olyan színesek, nem csak hogy gazdag tartalmilag, de olyan csodálatos leírások vannak, olyan színesek, olyan gazdag szókincs, hogy ebből a fiatalokat nem szabad kihagyni, akikre most ragad ugye minden szó, ebből nem szabad kihagyni, nagyon, nagyon helyeslem. Jó szórakozást nem kívánok, hiszen egy tragikus végű filmről van szó. Hát igen. Csak egy nagyon szép művészi, mind tartalmilag, mind színészileg, egy művészi film. Köszönöm szépen, és akkor mégiscsak jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen. A Móricz Zsigmond regényéből készült Forró mezők című film vetítése előtt ülnek itt önök a Kródi moziban. Látták, már ismerik a filmet? Nem. Tudnak-e róla valamit? Nem. Szereplőkről sem? Szereplőkről sem. 1949-ben már bemutatták ezt a filmet. Elég jó, elég régen, mert 36-ban születtem. Nem tudok róla semmit, azért is jöttünk, hogy egy kicsit megismerkedjünk. Beszélt róla valaki valamit, hogy mire számít? Nem, a Nyugdíjas Klub kapott jegyet, és így eljöttünk. De most éppen azon gondolkozunk, hogy majd kérünk egy prospektust, és van más filmet, és eljövünk megnézni. Szép délután kívánok akkor. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon régen láttam, úgyhogy nem is, csak részletekre emlékszek belőle. De várja, látom szép. Nagyon. Persze, úgy le. Meg társaimat várom, mert jönnek. Tehát ez egy szép délután, amikor igen, találkoznak, igen. Megnéznek valami értékes alkotást. Persze, és elmenjünk, megiszunk egy kávét, vagy egy teát. Meg beszélgetünk, úgyhogy... De jó önöknek! Próbáljuk! Mi már ledolgoztuk a magunkét. Géci Ferenc is megérkezett a vetítésre. Szép jó napot kívánok! Látta már valamikor ezt a filmet, gondolom? Láttam valamikor, de hát Isten tudja, hogy mikor volt ez már, amikor még rendszeres moziba járó voltam. Emlékszik még arra, hogy kik szerepelnek a filmben, vagy mi a sztoria? Nem. Pedig én úgy szerettem ezeket a régi filmeket, mai napig is, ha régi, a magam korában készült filmek különösen, hogy megy a tévében, akkor azt hát meg kell néznem. Az egyik, ami motivál, az az, hogy amikor ezek a filmek mentek az én gyermekkoromban, akkor 14 éven felülieknek ajánlott volt. És akkor nekünk nem lehetett menni, legfeljebb csak ilyen előzeteseket láttunk belőle egymás film kapcsán. Na de ön a művelődés területén dolgozott szinte egész életében. Igen, hát ez van, és nagyon jó volt annak idején, amikor én ugyan már nyugdíjas lettem, Kenyeres Imre csinálta azt a sorozatot, a régi idők moziát, és akkor hát nekünk volt nosztalgiázásra lehetőségünk tulajdonképpen, akkor is ezeket a filmeket sorozatban végignéztük, és akkor nagyon jó volt. Tudja, hogy nem lesz szórakoztató ez a mai délután, mert hogy a film az tragikus. Hát tulajdonképpen nem csodálkozom rajta, mert Móricznak van ilyen témájú regénye, nem egy van, amit legfeljebb az ember tudomásul vesz, hogy ez a kor szellemét tükrözi lényegében, és én nagyon szeretem Móriczot, mert... Nekem kedvenc olvasmánya volt, az Erdély trilógiától kezdve egészen a Rokorokig.
ezeket a filmeket, a Moritz adaptációkat, és nagyon szívesen nézem, meg nem beszélve arra, hogy a Moritz regényeknek az ömét tényleg igyekezett az ember elolvasni. Egyrészt azért is, mert magyar szakos tanár is lennék tulajdonképpen, és ez bizonyos mértékig kötelező jellegű is, de amellett valóban szélemből jövő jó dolgokat olvashattam tőle, és máig is a szívembe zárom Móriczot. Tehát 29-ben írta a Móricz ezt a regényt, és akkor 50 évesen, és itt töltötte a pár napot a Városháza vendégszobájában, és ott kilátott, és amit akkor látott, az ihlette, az a forróság. Különben a regénynek direkt felírtam a kezdő mondatait. Hogy szólasz? Hogy olvassam fel. Perzselt a meleg, még alkonyatkor is, semmi levegő. A piac olyan volt, mint egy sivatag. Tehát ezt látta a Városháza vendégszobájában. Mert hogy akkor a Kossuth téren volt még a... Igen, de hát az ugye 29-ben. Vagy akkor írta, de lehet, hogy előbb töltött ott néhány napot. A filmet meg 48-ban készítették. Én nagyon szeretem a régi magyar filmeket. Család nem örül neki, mert szombat-vasárnap sokat kellene segítenem, ugye unokák egyéb tantárgyakat is, ugye amilyen szakos voltam. Na nem csak az a lényeg, hanem nézem. A Duna TV rendszeresen adja a régi magyar filmeket. És szenzációs. Most szombaton is. Nekem például nagyon tetszett az Ágról szakadt úrilány. Tolnai Klárival, a férje Rátonyi Ákos rendezte, és most nekem ez is, láttam már, ezt is ismerem, de senkinek nem mondtam, mert lehet, hogy itt jobb a minőség, hát azért 66 éve, azért 48-ban készült, azért az nem most volt. Úgyhogy, minden kulturális eseményre ilyen alaposan feltetszik. Én mindenhova. Mi árok, én 8 egyesületben, 3 irodalmi, zenei. Színházba is járok. Február 28-án lesz a Móricz év zárása, igen, a pillangó zárás. Ilyen mániás vagyok, most ez idézőjelben, de lehet magyar-orosz énekszakosként mentem nyugdíjba, és ugye az irodalom eleve a magyar szak miatt a zenei, korálytársaság, nagyon szeretem, aztán hát mindenhova, kötetbemutatókra. És jobb így, itt ugye a igen. Társaságban, a közösségben hát, filmet nézni, inkább, mint otthon egyedül a tévében. Jaj, hát ide szoktam jönni, van úgyhogy a barátnőim. És elkezdődött a film. Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, a Krúdi Bákmozi üzemeltetője köszöntötte a nézőket. Egy összefogás eredménye ez a ma délután. Kik vesznek részt ebben a programban? A Móricz Zsigmond Színház hirdette meg Móricz Zsigmond születésének 135. évfordulója alkalmából a Móricz heteket. Megkeresték intézményünket, mi azt mondhatom első szóra rábólintottuk, hogy támogatjuk a rendezvénysorozatot, mégpedig azzal, hogy a mai nap folyamán levetetünk egy Móricz Zsigmond művet, a Forró mezők című régi filmünket, amire ingyenesen a Városháza, a Móricz Zsigmond Színház, a Váci Kulturális Központ ingyenesen vendégül látja a nyugdíjasokat. Folytatás is lesz, január 12-én tekinthetik meg a Móricz hetek keretében a következő filmünket, ugyanúgy a kora délutáni órákba tervezzük, mert azt is tudjuk tapasztalatból, hogy a nyugdíjasok elsősorban ilyenkor érnek rá, ilyenkor szeretnek ellátogatni rendezvényeinkre. Nyugdíjasokat várnak erre a két vetítésre, milyen jó lenne a fiatalokat, a középiskolás, főiskolás korokat is megismertetni ezekkel a régi nagy magyar filmekkel. Erre van-e valamilyen ötlete a háznak? Idén is volt ilyen programsorozatunk, lehetett pályázni régi magyar filmekre. Tavaly is volt egy sorozatunk, idén is volt egy sorozatunk, tehát ez megtörtént. A diákok, főiskolások, elsősorban középiskolások vettek ezen részt, illetve most is folyamatban van, decemberben is van egy úgynevezett Goethe-mozi vetítésünk, amikor idegen nyelven, idegen nyelvi felirattal szintén ingyenesen várjuk a város középiskolásait.